11 elkövető, 4000 károsult és közel 1,4 milliárd forint. Ez a mérlege annak a rendőrségi akciónak, amelyben 5 vármegye is érintett. Az összehangolt rajtaütés 2024. március 19-én történt, ebben a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság koordinálása mellett a Pest, Heves, Komárom, Esztergom és Veszprém megyei hatóságok vettek részt. A feltételezett elkövetőket pénzmosás gyanúja miatt fogta el a rendőrség. Az összehangolt akció során kollégáim 11 főt fogtak el, akiket pénzmosás büntet megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük 4 főnek a bíróság elrendelte a letartóztatását. A továbbiakban az eljárás során közel 10 millió forint összegű összegben járműveket foglaltak le, illetve számítástechnikai, elektronikai eszközöket, és 3 ingatlannak elrendelték az áralávételét. A csalók könnyű pénzkereseti lehetőséggel, extra magas bevételi ígéretével szedték rá áldozataikat. A bűnözők egy ismert amerikai filmstúdió partnerének adták ki magukat, regisztráció és kaució befizetése után ajánlottak olyan online munkát, mely során filmelőzetesek megtekintéséért egyre nagyobb és nagyobb pénzjutalmak kifizetését ígérték. A gyanúsítottak közül 7-en szabadlábon védekezhetnek, további 4 esetben az ügyészség letartóztatást indítványozott. Velük szemben 2-től 8, illetve 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény miatt folyik a nyomozás, így a büntetési tételre, valamint a bűncselekmény tényleges súlyára figyelemmel az ügyészség álláspontja szerint szökésüktől, elrejtőzésüktől lehet tartani, illetve megalapozottan feltételezhető az is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén folytatnák ennek a bűncselekménynek az elkövetését, esetleg társaikkal összebeszélnének, vagy bizonyítékokat semmisítenének meg, vagy rejtenének el. Bizonyos esetekben a csalók nehéz anyagi körülmények között élő embereket néhány ezer forintért vettek rá pénzmosásra, számlanyítással és milliós összegek felvételével. Az eljárás során több mint 300 tanút hallgattak ki a nyomozók, az ügy egy székesfehérvári sértett feljelentésével indult, Fejérvár megyében nem történt rajtaütés.